A 21. század legnagyobb sokja, hogy néhány év múlva tömegében olyan állásokat fognak betölteni a kor munkavállalói, amelyeknek ma még a nevüket sem tudjuk. Ez azt jelenti, hogy eddig nem tapasztalt sebességgel kell reagálni az információ technológiai, logisztikai, társadalmi, üzleti igényekre. Szabó György rektor szerint egy teljesen más erőforrás gazdálkodási logikába kell az új generációnak belenőnie. A lifelong learning ma már trivialitás a számukra. A legnagyobb érték, ami 2 évtized alatt történt, ennek a kapcsolatnak az elmélyítése, hogy tudatában legyen a jövő munkavállalója, hogy mit jelent egy informatikai, gépészeti, mezőgazdasági, marketing, média, kommunikációs tevékenység, hogy ez a máz, amit a naív, hittel, két mondatos internetes érdeklődés alapján vélelmeznek egy szakmáról, emögé be lehessen tekinteni. A vármegyében az elmúlt évtized komoly fejlődést hozott. Bővültek az ipari parkok, megnőtt a kínált álláshelyek száma. Mindez hozzájárulhat a munkaerő, a képzett munkaerő helyben tartásához is. Az állásbőrzén egyedüli önkormányzatként megjelenő Nyírbátor város saját elképzeléseit mindehhez hozzátéve igyekszik lehetőségeket kínálni az álláskeresők számára, akár tartós berendezkedésre, vagy a városban való letelepedésre. Nyírbátorváros önkormányzata is elindított egy olyan programot, amivel mi is megpróbáljuk azokat a akár egyetemistákat, akár olyan embereket, akik munkalehetőségeket keresnek, elindítani, segítséget nyújtani ebben a gyakorlatilag elveszettnek hit kis labirintusban, mert sokszor az emberek nem is igazán tudják, hogy hol kezdjenek hozzá. Nyírbátorváros önkormányzata azért jelenik meg ezeken az állásbőrzéken, mert segítséget nyújtunk azon keresztül is, hogy mondjuk egy lakhatás, az oktatás területén, a gondoskodó szociális szférán keresztül hogyan tudjuk még őket a város részéről segíteni. 2024. augusztusában 22.154 főálláskeresőt tartottak nyilván a vármegyében. Létszámuk 3200 fővel, 13,7%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban. A nyilvántartottak között azonban több mint 60% a szakképzetlenek aránya. Az idei állásbőrze is valamennyi álláskereső számára kínált hasznos információkat, tovább gondolásra alkalmas lehetőségeket. Én gyógypedagógusként végeztem, illetve HR tanácsadóként, úgyhogy most mindenképpen olyan munkahelyeket keresek, ahol elsősorban fontos prioritás az diverzitás, az inkluzivitás, vagy akár kiemelt cégek, amik ezekkel foglalkoznak. Úgyhogy igazából én célirányosan jöttem ilyen területekre, vagy olyan multik, akik tudom, mint például a Lego, akik számára ez fontos. Úgyhogy én így ezek alapján szűrök. A mentorház 2023-ban alakult, így első alkalommal jelentek meg a Nyíregyházi Egyetemen megrendezett állásbőrzén. Megjelenésük már is kettős célt szolgál. Egyrészt ugye most munkavállalói oldalról és munkaadói oldalról is gondolkodtunk. Ugye munkaadói oldalról itt a hátam mögött például látszik, hogy melyik is érzékenyítő részlegünk, és folyamatosan hívjuk be a környező standon lévő munkavállalóknak a képviselőit. Másik része az, hogy itt magán az egyetemen is már sok fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű fiatal van, és nagyon kevés esély van arra, hogy munkát találjanak. Alig pár százalékuk tud elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, úgyhogy azt mondom, hogy egy nagyon hiánypótló kis stand ez itt az állásbőrzén. Egyértelműen megéri megjelenni az állásbőrzén a kiállítók szerint, akik közül többen a vármegye határain túlról érkeztek. Valamennyi cég célja a rendezvényen és az online térben megtalálni nyitott állásaikra a megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalókat. A 20. állásbőrze a Nyíregyházi Egyetem és a Kelet-Magyarország napilap közös szervezésében valósult meg.